Hát nekem a Gyuriról az a véleményem, hogy itt az e-mailedben is írtad, hogy ugye 70 éves lesz, hát ezt mondjuk én elképzelni se tudom, mert szerintem a Gyuri az 25-30 év körül kell, hogy legyen. Mindig is csodáltam azt a fantasztikus energiát, lelkesedést, ami által ő a kiállításokat szervezte, a mailart akciókat, és hát nem beszélve, hogy azóta ezt az archívumot, amit ő folyamatosan csinál. Megmondom őszintén, én erre nem lennék képes, és ezért egy óriási csodálat van bennem. Írtátok ott, hogy ugye hát 70 éves, ez abszolút nekem ez sci-fi-nek tűnik, de annyit tudok elmondani, mert megmondom őszintén, nem emlékszem pontosan arra, hogy a Gyurival mikor és hogyan találkoztam először, de azt el tudom viszont mondani, hogy már találkozásunk előtt is nagy csodálója voltam én is, meg a barátaim is, mi akkor tulajdonképpen tinédzser, fiatal, vagabund alkotók voltunk, akik kerestük a világba a helyünket, és mi akkor már hallottunk a boglári eseményekről, ami tulajdonképpen nekünk egy lendületet adott, és ezt azt hiszem a Gyuri is tudja, de így utólag is bevallhatom, hogy az ő személye nagyon nagy szerepet játszott abban, hogy az Enkoni Művészeti Csoport létrejöjjön, illetve, hogy azt a fajta irányt vegye, amit végül is mi csináltunk. Tény, hogy mi először inkább akcióművészeti happeningeket csináltunk, és talán így találkoztunk mi valószínűleg, csak mondom pontosan, nem emlékszem, a Fiatal Művészek klubjába, és tulajdonképpen a művész társadalom, meg talán ő is akkor figyelt fel ránk, amikor ilyen botrányos happeningeket csináltunk. Persze nem csak ők, hanem a kultúrpolitika, meg a kultúrrendőrség is, meg maga a CLF-társ is ezek után a figyelmet szentelt nekünk. A lényeg az, hogy ami utána jött, maga a mail art, ami egy fantasztikus kommunikációs lehetőség volt akkor, valóban túlszárnyalta az internet mai hatását, tehát tulajdonképpen az volt maga akkor az internet és a világ művészei, akik marginálisan dolgoztak, vagy kísérleti dolgokat csináltak, ezen a módon tökéletesen tudtak egymással érintkezni, és ez óriási hatással volt ránk, hogy egyáltalán a világból mi kapunk dolgokat, vagy mi is oda küldhetünk, aztán megjelentek ugye a katalógusok, nagy részét persze időnként a rendőrség elkopozta, meg se kaptuk, ugyanígy a leveleket sem, hát ugye innen is jött a mi Enkonis nevünk, hogy ugye ezt a trükköt alkalmaztuk, hogy megpróbáltuk kikerülni a postai ellenőrzést azzal, hogy megcseréltük a címet és a feladó. Nem tudom, hogy aztán ez sikeres volt-e, vagy csak jót nevettek rajtunk a postán, de tehát mondom, a mail art volt az, ami tulajdonképpen végül aztán összeszervezte a mi erőinket is, és befolytunk tulajdonképpen az akkori művészeti életbe, mert korábban teljesen egyedül csapontunk a világba különböző helyeken, mármint Magyarországon, akkor ez alatt a világot, ez alatt, ezt kell érteni alatta. Próbáltunk különböző városokba is happeningeket csinálni, leginkább Budapesten, és de a mail art az valahogy úgy összekötött a többi művésszel is, akkor ismertük meg az összes többi, akkor már ismert, akár akcióművész, vagy happeninges, például a LD Miklóstól kezdve a Lengyel Andráson át, a Svierkivel is, és a végtelenségig sorolhatnám a kiki különböző műfajokba. Tehát ez számunkra akkor tulajdonképpen az egész világot jelentette, és mivel a Gyuri által kerültünk ebbe a dologba, mi nagy tisztelői voltunk, de én nagyon sokat jártam a műtermébe. A kedves felesége, a Gyuri sokszor még ebéddel is megkínált, amikor arra jártam, mert akkor éppen egy csóró iskolába járó gyerek voltam. És hát én óriási nagy szeretettel gondolok rájuk, és mindenféleképp azt tudom mondani, hogy ő, ha tudatlanul is, de valójában meghatározta a mi sorsunkat, a mi életünket. És hát én tényleg csak azt tudom mondani, hogy még egy kis kitartás, bár azt mondják, a világ vége jövőre lesz, de addig mindannyian kihúzzuk biztos.
Én például már nem tudok olyan erővel, olyan lelkesedéssel akár alkotni sem, és ezért úgy szégyellem is magam, valahogy kiesett az életemből. És megint csak azt mondom, hogy óriási tisztelettel vagyok iránt, hogy a mai napig tudja ezt csinálni. Ugye az archívumok rendezését, a kiállítások szervezését, a különböző internetes és egyéb dolgokat. Úgyhogy hát én ehhez kívánok neki még nagyon sok erőt, egészséget, a környezetének is. És hát egyébként meg, ahogy így említettétek, hogy ugye már 7-szer kicserélődött ugye a genetikai állomány, meg a vér, meg minden, hát akkor ő már nem is a Gyuri, akkor ő egy UFO, de egy biztos, hogy nagyon jól végzi a dolgát. Tehát akkor valószínűleg egy másik bolygóról jött lényről van szó, de mégis fantasztikus így.